Tiszteletel köszöntöm a Naphíre YouTube csatornának nézőit és hallgatóit! Én király Tamás vagyok, és mielőtt bemutatnám a mai vendégünket, mindenkit arra kérek, hogy iratkozzanak fel a csatornákra, ha még nem tették, hiszen akkor küldünk újabb és újabb értesítéseket a videóinkról. Egyre több tartalommal jelentkezünk itt a Naphíre csatornán, most már többek között hírszolgáltatással, illetve folyamatos háttérműsorokkal is szórakoztatjuk, illetve informáljuk a hallgatóságot. És akkor fordulok mai vendégemhez, Micski Maria a protokoll szakértőhöz. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy meghívtak, és mindig örömmel jövök. A mai alaphírünk az, hogy ma van a 75. születésnapja harmadik Károlynak, az angol királynak, de a születésnapi partin kizárólag a szűk családi kör vehet részt. A király a döntését azzal indokolta, hogy az ételpazarlási elleni, az pazarlás elleni kampányra szeretné felhívni a figyelmet, és ami pedig a bulvár újságírók figyelmét megragadta, hogy az ünnepségre Harry Herceg és felesége nem hivatalos, akkor talán kezdjük innen, hogy mi a jelentősége harmadik Károly 75. születésnapjának, és milyen üzenete van annak, hogy Heri Herceg és még ön nem vehet részt ezen a rendezvényen. Hát ugye egyrésztről az uralkodónak a születésnapja az mindig egy kiemelt esemény az ország életébe, ugyanígy Erzsébet királynőnek a születésnapja is ekkor esemény volt, ráadásul ugye valamelyes fordulóról beszélünk, hiszen 75 éves a, a király. Ugyanúgy, mint Erzsébetnek, Károlynak is, bár novemberben van hivatalosan a születésnapja, ugye nyáron fogják megünnepelni, illetve az ország az nyáron fogja. Ugye júliusban volt a nem hivatalos születésnapja második Erzsébetnek is. Ez egyébként egyszerű okokra vezethető vissza, akkor van a legjobb idő, akkor a legkevesebb esélye annak, hogy esik az eső Londonban. És mindegy, hogy ki mikor született, az egy júliusban igen van, teljesen mindegy, ki mikor született. Ugye ezt nem lehetett rossz időre tenni, vagy nem lehetett megreckírozni, hogy hóban, fagyban, rossz időben. Úgyhogy a július az a hónap, amikor a legkevésbé esős az időszak, bár most már Londonban is nagyon melegek szoktak lenni, Szóval a lényeg az, hogy Londonban lesz, vagy júliusban lesz a nagy happening a, a királynak a születésnapja, de valóban nyilván azért meg fogják ezt ünnepelni most is november 14-én. Két dolgot kell tudni a születésnapról, az, hogy valóban az egyik egy nagyon szűk családi körben lesz, tényleg csak egy ilyen névleges születésnapi vacsora lesz amit érdemes tudni ugye hogy Károly király ő nagyon nagyon érzékeny a társadalmi problémákat illetően, több alapítványa is van, és ennek megfelelően ugye társadalmi szerepvállalást az a ő saját születésnapjába is beszeretne vinni, tehát most ennek a napja lesz most, ételosztásról, illetve ugye az felesleges ételkidobások és felhasználásoknak a, az üzenetét fogják próbálni eljutatni, illetve 400 ember kapott estére meghívást a Bakégyen. Palota akkor. Nem, nem, a családi kör az, ja, az, a az egy teljesen Ott zárt körül a az. A Buckingham-palotában 400 vendéget hívtak meg, főképpen a szociális szektorból, ápolónőket, szociális munkásokat, őket ilyenkor meghívják, hogy vegyenek részt az ünnepségen, természetesen egyébként Káro is fel fog tűnni, nyilván itt nem egy ültetett díszvacsoráról, vagy gálavacsoráról van szó, hanem egy ilyen kis informálisabb állófogadásról lesz szó, ahol megjelenik majd maga a király is, üdvözli ezeket a dolgozókat, illetve hát gyakorlatilag egy, ez a nap, ez a, a társadalmi felelősségvállalás jegyében fog zajlani, és majd később nyáron lesz ennek a nagyobb ünneplése. Harry Herceg. Igen, Harry Herceg valóban nem kapott meghívót, Ugye ezt nagyon sokat találgatjuk, hogy igazából mi van itt a háttérben, és valóban mi az igazság. Szerintem ezt nagyon kevesen tudják, hogy mi az igazság. Most ugye lehetett azt a BBC oldalán olvasni, hogy még azt is megkérték a Buckingham palotának a alkalmazottai dolgozói köréből, hogy még véletlenül sejtsék ki a, a párnak a nevét, a hercegi párnak a nevét. Én nem gondolom, hogy azért ennyire elfajultak vagy vadultak volna dolgok. Nyilván Harry Herceg és Meghan Hercegné hozott egy döntést, miszerint nem kívánnak a családtagjai lenni, vagy bocsánat, nem a családtagjai, mert azok alapvetően azok, hanem nem kívánnak a királyi család olyan tagjai lenni, akik reprezentációval töltik az idejüket, tehát kvázi a hivatalos, a hivatalukról lemondtak. Ez olyan, mint amikor valaki felmond a munkáltatójánál, ez gy gyakorlatilag ugyanez, magánemberként Élnek, léteznek, és nem kívánnak részt venni. Terry Herceg Károly király fia. Fia. De nem az udvar része. Így van, pontosan. Ők hozták meg ezt a döntést, tehát mindenféle hírezteléssel ellentétben nem kizárták őket a családból, hanem illetve a. a, a királyi családból vagy a királyi feladatok közül, hanem ők hozták meg ezt a döntést. Ezt tudomásul vette, mint az édesapa, mint maga az uralkodó, és ennek megfelelően ezekre a hivatalos eseményekre. Na most már az a kérdés, hogy ugye az édesapja születésnapja mennyire hivatalos esemény. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok sérelem van itt, ami nem lett kibeszélve, illetve elrendezve. Én nagyon sajnálom személy szerint ezt a helyzetet, mert én úgy gondolom, és tudom, hogy ezzel nagyon sokan nem fognak egyetérteni, én úgy gondolom, hogy Harry Herceg még a mai napig egy szerelmes férfi, egy szerelmes férj, aki talán egy erőteljesebb személyiséggel rendelkező feleségének az idézőjeles áldozata, és nem igazán tudja eldönteni azt, hogy, hogy, mi a jó és mi a rossz. Én mindig azt mondom, hogy kívánok nekik nagyon hosszú boldog házasságot, csak ha egyszer probléma lesz a házasságba, akkor hát ki más, mint a család állhat mögötte, és akkor, hogy lesz a -e visszaút, a királyi udvarba, az egy nagyon jó kérdés. Van a történelemben példa arra, hogy vissza tér valaki, úgyhogy lemond civillévelük azt azt hogy mégsem és vissza. Hát gyakorlatilag második Erzsébetnek a nagybátyja, aki miatt ugye a második Erzsébet édesapja a trónra került. Ez akkor van a című sorozatban akkor így kín. van. Hát egész élete ezzel a harccal folytatódik, tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a történelem egy az egyben megismételt önmagát, nem is olyan sok generációval később, mert két generációval vagy hárommal később ugyanaz történik, hogy egy amerikaiát akkor színész, sőt ugyanaz színésznő lemond a trónról valaki. hát Nyilván Harry nem volt a trónnak a közelébe, hiszen előtte még az öröklési sorrendben nagyon sokan állnak előtte. Ugye az a, apja a bátyja. Így van a bátyja, a bátyjának a három gyermeke, függetlenül attól, hogy sarolta, ugye lánygyermek, most már ugye lányok is kerülhetnek a trónra, tehát igazából egy, három, négy az ötödik a rangsorba, ami az öröklési sorba, ami azért elég távolra kerül, keríti őt, vagy tolja őt az uralkodói pozíciótól, de mégis, hát ugye sose lehet tudni. De ettől függetlenül ugye igen volt már a történelemben, és az Erzsébet nagybátyja, az gyakorlatilag a haláláig küzdött azzal, hogy elfogadják őket, és a választott párját elfogadják az uralkodói családként, nem sikerült nekik egyébként. Nyilván őket ma azért más történelmi korokat értünk, száműzetésbe küldik, és a száműzetés aztán egy kicsit lazul, és többször visszatérnek az anyaországba de gyakorlatilag soha nem lesznek teljes jogú tagjai már a királyi családnak. Ugye az, hogyha valaki az öröklési sorrendben ott van a lehetséges utódok között, az teljesen érthető, hogy készül az uralkodásra, még akkor is, hogyha nyilván ma már a monarchiának más jellege szimbóluma van, mint korábban. De én ugye próbálnék Harrynek a bőrébe bújni, hogy valójában egy funkciótlan dolog az ő tört, ténete, inkább protokolláris feladatai vannak, és hogy tudja, hogy soha nem lesz valószínűleg uralkodó, de mégis szigorú szabályok között kell elvileg élnie, illetve képviselnie a családot. Na, itt merül fel a kérdés, hogy ez a mindennapokban valóban így van-e, illetve hogy a mérleg az a pozitívumok és a negatívumok arányában hogyan esik? Én úgy gondolom, hogy neki egy, és talán lehet ezt a szót használni, nagyon szerencsétlen helyzete van. Ugye, annak idején, amikor még a testvérével ketten voltak, akkor még azért nem lehetett tudni, hogy ő neki mennyire lesz csak protokoláris a szerepe, mert hogy akkor gyakorlatilag nagyon közel volt a, a trónhoz, konkrétan a harmadik volt a sorban. Nyilván a, a, a Vilmosnak a gyermekei születésével egyre távolabb került, de ezt akkor még nem lehetett tudni. Ugye Harrynek megjelent most nem régiben, azt hiszem tavaly a, a Tartalék című könyve, ami pontosan azt, amit ön most mond, azt próbálja mentségként fölhozni Henryvel kapcsolatban, hogy ő mindig azt érezte, hogy ő csak egy tartalék, hogy ő a második, hogy, hogy ő mindig csak akkor fog majd pozícióba kerülni, ha esetleg a bátyja bátyával vagy az édesapjával történik valami. És még ugye most pont kifejezett, hogy akkor sem. Igaz, most már akkor sem. Na most, tudja, én erre azt szoktam mondani, hogy a versenybe is egy győz, a többiek azok második, harmadikak, negyedik, ötödikek. Amikor elindul valaki egy versenyen, akkor ezzel tisztában van, sőt, ha valaki beleszületik egy ilyen helyzetbe, szóval azért nem ő az egyetlen, aki második, vagy harmadik, vagy ötödik, vagy huszonkettedik örökös. Ha most megnézzük a királynak a, az öcsét és a, a, a húgát, ugye akár Anna hercegnét, vagy András herceget, azért ők úgy élték le az életüket, én most ezzel nem bántani szeretném itt, csak azért volt már a történelemben, meg szerintem nincs olyan család a világon, ahol ö, valaki ne a második lenne testvérként. Mert András arhádi. hercegnél is azért ugye nagyon durva. Hát ott is kívülása. voltak azért az problémák természetesen, és, és de hogy ez azért nem egy egyedi eset, tehát ezért nem szoktunk rombolni mindent. Nyilván neki soha nem fogjuk megtudni, hogy az édesanyja halála milyen pszichés problémákat okozott nála. Az már érdekesebb arról beszélni, hogy mekkora felelőssége volt a királyi családnak és akár Erzsébet királynőnek is abban, hogy egy 11-2 éves fiatal fiú elveszti az édesanyját, és hogy az mennyire volt ráadásul olyan körülmények között, ahogy meg a család akkor már élt egy olyan életet, amilyet, hogy, hogy ott mennyire lettek földolgozva a problémák. Én azt látom, hogy Harry ö, ezt cipeli magával, és a mai napig ez az a pont, amit nem tudott ő feldolgozni. Nagyon kíváncsi lennék, és hogyha az ember visszaforgathatná a történelem kerekét, akkor megnézni, hogy mi van akkor, ha a hercegnő él. Hogy, hogy, hogy alakul ennek a két fiúnak a sorsa, és elsősorban a hári sorsa, ez egy nagyon érdekes kérdést vett fel. Meg ugye pont, ha a Korona című filmet nézi az ember, akkor látjuk, hogy második Erzsébet még egy másik korban ő kezdi meg a pályafutását. Hát, hát Churchillnek a kortársa, jó, 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 az első világháború, stb. Tényleg teljesen máskor Eljutunk oda, hogy mondjuk akkor tényleg a digitális technológia közben meg már oda megy, hogy a királyi udvarnak Instagram és TikTok oldala Igen. van. Ez óriási, óriási szakadék. Így. És pont így akkor akár a pszichológia, gyászfeldolgozás ebben a témakörben merülhet fel az a kérdés, hogy akkor, amikor de ilyen a balesete megtörténik és meghal, akkor vajon még a régi kor szokása szerint kezelik ezeket a problémákat, vagy már bejön a modern, akár lélekgyógyászatorvostudomány satöbbi, stb. Ugye van. a 90-es évek elejéről beszélünk, azért ezt szögezzük le, hogy gyakorlatilag 30, hát 20, nehány éve halt meg Diana, és Hát biztos vagyok benne, hogy attól függet, függetlenül, hogy egy, egy nyugat-európai országról beszélünk, akik esetleg ebben előrébb jártak, mint mi, mert hogy nálunk Magyarországon még akkor nem lehetett, aki szerintem pszichológushoz járt, az biztos, hogy, hogy úgy, azt mondták, igen. hogy az gyorsan be kell a lipótra zárni, meg hogy lehet, hogy nem is voltak más pszichológusok, pszichiáterek. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagy hendikája a családnak, és ezt egyébként a Korona című filmben is ö, ö, ott el is hangzik többször, hogy nem mutatjuk ki az érzéseket. De ez, ez a család sajátossága, ez, ez a család, ez a pozíciós. Most azt mondhatnám, mint szakértő, hogy a, a királyi család protokolja, hogy ők másokért vannak, akkor is ők szolgálnak. Így van, a saját Problémánk, a saját érdekeink, a saját dolgaink, azok mindig háttérbe szorulnak a, a köznek a, a jóléte mögött. Tehát ez őket ebben nevelik bele gyermekkoruk óta hogy, hogy sem az örömüket, sem a bánatukat nem lehet olyan szinten kimutatni. Azért most már ebbe is 2023-ban, hogyha valaki figyeli a királyi családnak a social média felületeit, akkor azért láthatja, hogy, hogy nagyon sok mindenben lazultak. Tehát az, hogy most ott vannak a TikTokon, ott vannak az Instagramon, minden felületen ott vannak, illetve már olyan dolgokat látunk a a Vilmos és Katalin hercegnének a gyermekeivel, amit azért korábban nem lehetett volna, tehát ez nagyon sokat lazultak ezek, de mégis azért az a generáció, az még abban nőtt fel, hogy, hogy nincsen érzelem kimutatás. Na most, ha nincs érzelem akkor valószínűleg hátul sem fognak ezzel azért túlságosan. A királynő, hogyha valaki ismeri az életét, Imádtam, és szerintem a leg, egyik a századunk legnagyobb nem csak uralkodója, hanem, hanem számomra közszereplője is volt, de azért azt, ha valaki megnézi, vagy utána néz az életének, nem volt az az abajgatós anyuka, tehát, hogy ő, ő nem nem viszonyult úgy a gyerekeihez, mint ahogy esetleg most mi viszonyulunk, vagy általában a, a közemberek viszonyulnak. Tehát ott nagyon sarkosan neveltek, nagyon mindennek, meg, meg hát ugye, mint anya ként nem is tudott a gyerekek életébe, és nyilván ez a Diana életének a tragédiájával ötvözve gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen ö, sokszoros teher volt az unokák vagy a gyerekek számára, mint Vilmos és Harry. Ugye úgy fogalmazott, hogy maga az, a királyi család részének lenni a szolgálata a népnek. Ugye régen a királyokat szolgálták a népek, és akár azt is gondolhatnák, hogy ők mindent megtehetnek. Na de pont egyrészt a Harrynek is gyakran azt mondják, hogy nem ő ezt nem teheti meg, mert ő ebbe a családba mm. született, és neki ezzel kötelességei vannak, és ö, a, kihasználja azt a jólétet, amiben beleszületett, hiszen a Harry most már nálóan is egy brand lett, de hát soha nem lett volna ilyen brand, hanem az angol királyi családnak a része, hogy ö, még egy dolog jutott eszembe, és akkor utána felteszem a kérdést, hogy most megy az HBO-n is, meg több ö, platformon egy Botrány Brit Módra című három részes ilyen minisorozat, ami az argil hercegének és hercegnőjének a vállását mutatja be ez a 20. század közepén van, tehát 60-as években, és akkor ott a hölgyről előkerül mindenféle dokumentum, hogy hogyan Csalja meg a férjét, és felajánlják neki, hogy ezt szép csöndben elintézik, de ő nem ezt választja, és elmegy bírósági tárgyalásokra. Mm. És ott azt mondja neki a barátnője egy ponton, hogy ö, hát a mi osztályunk nem engedheti meg, hogy belelásson az átlagember a magánéletébe, mert akkor az átlagember rá fog jönni, hogy mi is átlagos érzelmekkel rendelkezünk, és le fogja rombolni ezt a mítoszt. és pont most a brit családnak ezek a magánéleti válságai, ezek nagy kérdés, hogy azt erősítik, hogy ők is emberek és de jó, vagy pontosan lerombolja az uralkodói családokról, vagy az elitről alkotott képünket. Ez olyan érdekes, amit mond, ez meg is jegyzem, hogy ugye korábban a a királyokat szolgálták, most ők szolgálnak, és korábban pont azt akarták mondani, hogy mi nem vagyunk a hétköznapi emberek. Most meg pont az próbálják elhitetni, hogy, hogy igenis ugyanolyan emberek vagyunk, csak nekünk vannak bizonyos feladataink, illetve a történelem ruházott ránk olyan dolgokat, amit, amit muszáj és kötelezettség. És nyilván más is most a király funkciója, mint... Más is nyilván a király funkciója, tehát igazából ugye sok mindenben nem vesz részt a király, valóban reprezentációs feladatai vannak, és hát ugye meglátjuk majd a király mennyire lesz utódja vagy jó utódja Erzsébetnek, hiszen még olyan rövid idő telt el, hogy nehéz megmondani. Nyilván ö, ö, ne akarja senki vele párhuzamba hozni, hiszen egy teljesen más történetről van szó, de egy tény, a királynő egy olyan, ö, olyan példa volt, és itt most nem uralkodóról beszélek, hanem emberről, egy olyan példát állított nekünk, mai embereknek, ami körül nagyon érdemes lenne beszélni, és itt nem csak a szolgálat, hanem az a tartás, az a, a most azt, mond, azt akartam hirtelen mondani, hogy békepártiság, de nem is ez, hanem hogy, hogy megteremtette azt a fajta közeget, ami, amibe őt mindig tényleg olyan karizmával láttuk, és olyan, olyan egyenes tartással, de ugyanakkor humorral kezelte, és Szóval, nagyon-nagyon most mondhatnánk, hogy olyan skills rendelkezett, amivel az. Ez azért, belőle jött, vagy az intézményéből? Ez belőle jött. És ez a lényeg, amit most mondott, hogy hogy mennyire lesz képes egy uralkodó, nyilván a háttérországából kapcsolódóan a marketingje, a pr a -ja, sok mindent alá tud, vagy segíteni tud. De ha maga az uralkodó, ez ugyanolyan, mint egy vállalatvezető, egy maga a vezető nem tudja azt, amit a személyiségéből adódóan kellene tudnia, akkor nem lesz hiteles soha. És ezt nem tudjuk, hogy mostani uralkodónál, Károlynál ez mennyire lesz. Olyan szintű, mint az édesanyjánál volt. Félek, hogy nem, nem is lesz rá annyi ideje, nyilván, mert nem mindegy, hogy valaki 19 évesen vagy, 75, vagy 74, 75, 74 évesen, 74 évesen kerül a trónra, tehát egy kis handikeppel bír. De de minden esetre visszatérve, tehát hogy hogy amit ők most mutatni akarnak, az pontosan az, hogy hogy nézzétek meg, mi is, mi is emberek vagyunk, ne legyetek annyira szőrös szívűek velünk, és hát olyan dolgokat engednek meg maguknak, amit régen, igen, azért nem. Most kezdve attól, hogy régen nem, nem érinthette meg például a, a, a uralkodó a, a hitvesét, vagy éppen az a örökös a hitvesét, most akár Vilmosra és Katanira. És most azért azért látjuk, hogy megérintik egymást, mosolyognak, nevetnek, gyerekekkel könnyedebben lazában játszanak. Tehát nyilván ez, ez fontos, hogy elfogadják, hiszen azért Nagy-Britániában óriási az ellenállás a mai napig mindig is megvolt, de a mai napig nagyon sokan ugye monarchiapártiak és nagyon sokan ellenzik ezt a rendszert. És azt mondják, hogy a mi adó forintjainkból él a király is. Igen, amely? csak azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Európában ez a szinte egyetlen, de szerintem a világon az egyetlen olyan uralkodó család, aki több pénzt hoz a közösbe, mint amennyit visz. Tehát olyan erős a brand, hogy. Annyira erős a brand, olyan sokan mennek őket megnézni, olyan sokan, akár most itt az ajándéktárgyaktól, az események, stb. Sokkal többet ez egyébként ki van mutatva, hogy sokkal többet hoznak a konyhára, mint visznek, és talán ezért nem történt még ott nagyobb ellenállás kvázi a, a monarchia ellen, mint, mint amennyit egyébként hallunk róla. És lehet egy gyuralkodó család, influencer család, mert most mintha egy kicsit ez történne, és ebben még Harry is bele tartozik, akármennyire perifériában. Abszolút, van. abszolút. Teljes mértékben, hát, ha csak azt nézzük, hogy Katalina ruházkodásával mindig elmondják, hogy mennyire egyszerűen próbál öltözni, ami a hétköznapi emberek számára is elérhető, hát hogy ne? Hát emlékszem egyszer, mikor valami ruhában megjelent, és ugye mondták, hogy melyik divat divatháztól volt, és egyszerűen nem bírták a gyártást, nem bírták a, a rendelések, nem bírtak eleget tenni a rendeléseknek, akkor hát mi ez, ha nem influencerség. De ugyanakkor, ugye, ez a, a királyi protokollnak egy alapvető szabálya, hogy például nem politizálhatnak, nem állhatnak ki vállalati céges ügyekben, csak és kizárólag a alapítványi vagy társadalmi, szociális problémák mellett emelhetik fel a hangjukat, de soha pro- kontra nem vé, ö, nyilváníthatnak véleményt semmilyen ügyben. Hogy lehet, ha túl fogja élni a monarchia? Mert ugye volt egy olyan verzió is, hogy harmadik Károly egy rövid ideig fogja betölteni az uralkodó szerepet, és aztán lemond Vilmos javára, aki egy szerethető karakter Károlyhoz képes. Meg a, voltak, akik azt mondták, hogy nyilván itt a skót függetlenedés annak már nyilván közéleti relevanciája is van, de hogy, hogy, sok olyan egyéb alkotó elem van, hogy egyáltalán nem biztosak abban, hogy a királyi intézmény egyáltalán fennmarad. Um... Hát, ha megnéznénk az én korábbi, elmúlt két évbeli nyilatkozataimat, én mindig azt mondtam, hogy le fog mondani Vilmos javára a trónról. Nem tudom milyen elgondolásból, de valahogy én ebbe biztos voltam. Nyilván azért azt is látni kell, hogy valaki, aki kvázi 75 éve vár arra, hogy uralkodó legyen, amikor annak a Közelébe van nehéz erről lemondani, tehát ezt most már látjuk, hogy lemondani nem fog. Illetve hát ott van az oldalán egy olyan ö, hölgy, aki azért megint csak kérdőjeleket támaszt, annak, a, a, abból kifolyólag, hogy mennyire fogadja őt el a, a közvélemény. Ami szeretik? Ö, többen nem szeretik, mint amennyire szeretik. Nem bocsájtott, és hihetetlen, hogy három évtized. Lassan, ami elmúlt de a halála óta, és még most, most sem bocsátották meg neki az emberek, pedig nyilván ez a dologhoz két ember kellett. Viszont én azért válaszolva a kérdésére, azért nem gondolom, hogy nem fogja túlélni a monarchia, mert Vilmos és Katalin személyében, talán egy olyan karizmatikus uralkodói pár is gyakorlatilag hiteles és megkérdőjelezhetetlen, minden szempontból megkérdőjelezhetetlen pár kerül a trónra, aki nagyon népszerű. Rettenetesen népszerű, még azok körében is egyébként, akik azért egy picit jobban a monarchia ellenes ö, ö, csoport oldalán vannak. Ugyanis ö, ö, egyet tudni kell, a brittek identitásába benne van a monarchia, a történelmük része, a DNS-ükbe benne van. Ez nem olyan, hogy most fogom és megszüntetem. Inkább a királyi családon belüli botrányok és ö, ö, vállások, meg hát tudjuk, mindenki ismeri a, a történeteket, hogy mik voltak. Ö, akár András hercegnek is, ugye elég sok minden van a Lajstromán de talán Vilmosék lesznek és az ő utánuk lévő generáció, aki visszahozhatja azt a fajta presztistimást, amit talán Erzsébet királynő tudott csak megteremteni? Ha ez így van, akkor felmerül a kérdés, hogy ők mennyire őszinték, és hogy mondjuk Harryhez képest úgy tűnik, hogy Vilmos egy nagyon fegyelmezett magát a család érdekeinek, abszolút alárendelő szereplő, és ugyanígy van a feleségével kapcsolatban is. Csak a kérdés, hogy ez vajon az ő részükről, tehát, hogy nekik nyilván más és Vilmos felesége, tehát Katalin Hercegnő, ugye egy elit, egy, egy uralkodói, szintén uralkodói családból, nem az uralkodói, a legjobb, arisztokra. Tehát arisztokra, családból családból, tehát nyilván a vérében van ez valamilyen szinten mondjuk egy amerikai színésznőhöz képest, de mennyire őszinte, mennyire lehet úgy élni az egész életünket, hogy kifelé mutatunk valamit és fegyelmezet. Ugye amit tudni kell, hogy például talán azért stabilabb az ő kapcsolatuk, vagy az ő helyzetük, egyrészt azért, mert azért belátható időn belül valószínűleg mi meg fogjuk élni, hogy Vilmos trónra kerül. Akkor ön továbbra is arra számít, hogy előbb-utóbb harmadik Károly lemond? Nem, de hát nyilván véges, tehát 75 éves, hát tudjuk, elzögyed, hogy azért... Erzsébet is jó sok elvét. Hát tudjuk azért, hogy egészségügyi problémákkal küzd az uralkodó, adja neki is, tán, hogy húsz évig még ilyen, de még akkor is mi is látni fogjuk, hogy, hogy, a következő pár uralkodó pár legyen. Tehát amit látni kell a Vilmos és a Harry esetében, vagy a Katalin és Megan esetében, hogy hiába, hogy Katalinnak volt egy, egy forja azzal, hogy ő már eleve arisztokrata családból származott, tehát valamelyest hasonló körzet, környezetben nőtt fel, kettő évig készítették fel arra, hogy Vilmos párja legyen kettő évig azt a hölgyet, aki eleve... Lehet, hogy járt az ottani önhöz, tehát a protokoll szakértőhöz, és Két évig, hogy... hogy... mit fog, mi lesz a szerepe, hogyan kell öltözködni, hogyan kell viselkedni, mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad. Kettő évig megön egy percet nem hagyták vagy nem akart felkészülni, ezt nem tudjuk, de ott semmiféle, pedig ő aztán nem nulláról, hanem mínuszból indult. Biztos, hogy ennek is nagyon nagy oka van, hogy így alakult a két párnak a története. Amit nagyon jól lát, hogy egy Vilmos ő nagyon fegyelmezett, a nagymamája hivatástudatát, ha lehet ezt annak fogalmazni, hivatástudatát örökölte, és ő mindig hangoztatja, hogy az ő élete a szolgálat, neki ez a feladata, ha tetszik, ha nem, ő erre született, és Katalin nagyon jó párja ebben. Nagyon érdekes, mert én szoktam figyelni nőként is azért Katalinnak a viselkedését, az arc arckifejezését, a mimikáját. Sokszor azt látom, hogy ugye nagyon, nagyon vékony, egy nagyon törékeny hölgyről van szó, hogy ő ezt fizikálisan mennyire bírja, vagy hogy mennyire boldog ő ebbe a kapcsolatba. Én nem azt mondom, hogy ott minden problémamentes, de bármikor nyilatkoznak, bármikor a nagy közönség előtt állnak, azért az a fajta egymás hátországa, ami, ami vagy éppen Katalina Vilmos hátországa, az szerintem egy nagyon ritka, és talán Erzsébet, és Fülöp hercegnek a Példáját Igen. látjuk benne. Igen, biztos, ott... hogy áldozat katalin részéről, bocsánat, biztos, hogy áldozat, ugyanúgy, ahogy Filipnek is áldozat volt. Igen, mert a koronából pont ez derült ki, hogy azért lehet ezt úgy csinálni, hogy közben hátországot biztosítunk a másiknak, és még ha vannak is frusztrált helyzetek, meg nehéz helyzetek de megbeszélni, és vissza lehet menekülni. Egymáshoz ugye, ez nem csak az angol uralkodói családban, hanem általánosan Igen. is nagy kihívás a világban, hogy vannak-e még stabil Országok, meg van-e még olyan, meg hogy, kapcsolat meg, az, hogy az emberi ego az mennyire tud háttérbe vonulni valakinek a javára. És például a és megen esetében ez a legnagyobb probléma, hogy ha már ezt a csúnya kifejezést használjuk, megennek sokkal nagyobb az egója, sokkal nagyobb a szereplési vágya, de ugyanakkor a szabadság iránti igénye is, hogy ő, ő igazán ez a fajta hátországa legyen Harrynek. Most azt látom, hogy fordítva van, Harry lesz a hátországa meg annak, hogy kiteljesítse a karrier és egyéb igényét. És ezt érzékelem, akkor nem tartja jónak? Öm, én azt mondom, hogy nem szerencsés, illetve Harry boldogságát nem ezt fogja adni. Ez a mai végszó. Micski Marian, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a meghívást. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk a következő napokban is viszontlátásra, viszont, viszont halásra!